Hogy meglepődtünk, milyen az időjárás, de most azért végig tényleg most nyáron is tapasztaltunk egy szélsőséget, és most télen is szembe jött velünk ez. Hogy akkor ez már jelzi, hogy bizony itt valamerre elindult az éghajlat, és ezt nekünk kéne komolyan bennünk. Nem mintha a, az időjárás változékonysága az azonos lenne az éghajlat változással, de mindenképpen azt mutatják a, a trendek, hogy egyre melegebbek a, a telek, és a nyarak, és a, igazából a, az összes évszakunk. Már nem csak Magyarországon, ahol már szinte hozzászokhatunk ahhoz, hogy nincsenek telek, vagy nincsen hó, vagy legalábbis ezt gondoljuk, ez egy kérdés is egyben, de hogy úgy néz ki, hogy az Alpokban sem nagyon volt hó legalábbis egészen a január közepéig, hogy, hogy elbúcsúzhatunk majd tulajdonképpen Európában a téli sportoktól is. Még az adatok mutatnak, hogy a glecserek Európában is folyamatosan húzódnak vissza, tehát egyre magasabbra kerülnek a, a hegységben. Pont ma olvastam például, Ausztráliában 50 fok van egy bizonyos pontokon, és hát láthatjuk, hogy Amerikában milyen szélsőséges időjárás ott meg megfagynak az emberek, tehát egészen döbbenetes hány halálos áldozata van már ennek a zortélnek. Sziasztok, köszöntöm a Petőfi Rádió hallgatóit, illetve a Grindex YouTube csatorna nézőit. Ez itt a holnap után a grindex.hu fenntartatósági műsora. Én Puskás Péter vagyok, előadó művész, és itt van velem a Grindex újságírója. Novák Zsombor, sziasztok, Köszönöm a hallgatókat. És most is egy nagyon izgalmas témával jöttünk, sőt, hát nem is egy izgalmas témával, hanem egy nagyon nyomasztó témával, mert engem nagyon nyomaszt az elmúlt hetekben az, ami történik az időjárással, hogy kinézek az ablakon. Mondjuk akkor még nem érzékelem, hogy hány fok van, de hogyha kilépek az utcára, hogy akár 17 17-18 fok is volt, és az egyik barátom például most cica síelésből, az volt, hogy nem tudott síelni. Tehát elment, és gyakorlatilag napokon keresztül a latyakban fürdött. De hát itt van velünk Kerpeli Klára, a WWF éghajlat védelmi szakértője. Köszöntelek téged, és hát akkor veled fogunk erről beszélgetni, hogy, hogy vajon jogos-e ez, ez az érzelmem ezzel kapcsolatban? Van-e mitől félnünk? Vagy ez csak egy, egy ilyen éghajlati különlegesség, amit éppen most tapasztalunk. Szervusz! Én is köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek, és beszélhetünk erről a nagyon fontos témáról. Hát igazából gondolom, hogy az éghajlatváltozásra asszociáltok ti is, amikor ennyire szélsőségesen meleg a tél, vagy egyébként akár a nyár, amilyen a tavalyi nyár volt. És hát összességében sajnos igazatok is van. Nem mintha a az időjárás változékonysága az azonos lenne az éghajlatváltozással, változással, de mindenképpen azt mutatják a trendek, hogy egyre melegebbek a telek és a nyarak, és a, igazából az összes évszakunk. Ez télen azt jelenti, hogy egyre kevesebb a fagyos napok száma, egyre kevesebb a kifejezetten zord napok száma, amikor mínusz 10 fok alá is lemegy a hőmérséklet, és nyáron pedig a hőhullámok azok, amik... Egyre hosszabbak és egyre magasabb hőmérséklet. Igen, de van, van, amitől megijednünk, hiszen hiszen igen, arról már beszélünk, hogy melegebb van, vannak ö, ö, szárazabb ö, napok, de hogy azért ez most tényleg nagyon szélsőséges, hogyha arra gondoljuk, hogy januárban azért nulla meg mínusz fogok szoktak lenni, most meg néha már tavaszias az idő, tehát ez azt jelenti, hogy ennyire felgyorsult a klímaváltozás, vagy, vagy, vagy tényleg ez most csak egy ilyen egyszeri pillanat, amit, amit jó, hát most átvészelünk, de aztán nem kell majd számítanunk azért ekkora szélsőségekre. Mindenképpen a szélsőségekre kell felkészülnünk, és valóban a, a tavalyi év, meg hát az idejének az eleje az, az úgy tűnik, hogy olyan jelenségekkel is találkozunk, amiket inkább az évszázad közepére jeleztek előre a klímamodellek. Most azt nehéz megmondani, hogy akkor ezek így most velünk maradnak, vagy már úgy értem, hogy a következő egy-két évben is, vagy, vagy később térnek újra vissza. De arra mindenképpen, hogy úgy mondjam, jó ez a, ez a jelenség, hogy felnyitja a szemeket, hogy remélhetően a döntéshozók szemeit is felnyitja mind a politikában, mind az üzleti életben, illetve hát egy figyelmeztetés a, a hétköznapi emberek számára is, hogy tennünk kell az éghajlatváltozás ellen, mert más különben hasonló jelenségek lesznek a, a normálisak számunkra a következő évtizedekben meg akár még ennél szélsőségesebbek. Végül is igen, mert hogyha múlt nyáron még így beszélgettem esetleg olyanokkal, akik szkeptikusak ezzel a klímaváltozással kapcsolatban, hogy jó, hát az én gyerekkoromban is voltak meleg nyarak, meg esetleg nagyon hidegtelek, tehát amikor, ami, amikor úgy meglepődtünk, milyen az időjárás, de most azért végig tényleg most nyáron is tapasztaltunk egy szélsőséget, és most télen is szembejött velünk ez. Hogy akkor ez már jelzi, hogy bizonyít valamerre elindult az éghajlat, és ezt nekünk kéne komolyan bennünk. Így van, mindenképpen komolyan kell vennünk, és még amit nagyon fontos észlelni, hogy nem csak meleg van, hanem szárazság van. Ez ugye tavaly nyáron szintén megmutatta, hogy milyen kemény tud lenni. És, és ami a jó hír, hogy a szárazság a vízhiány ellen, viszont tudunk akár helyben is tenni, fellépni, mert vannak olyan ugye, periódusok az év során, amikor sok eső hullik, amikor mondjuk megindulnak az árvizek a folyókon, és ilyenkor lenne lehetőség visszatartani a, a vizet, hagyni szétterülni, beszivárogni, eltárolódni a tájban, és akkor a nyári szárazság is sokkal kevésbé, meg a nyári hőség sokkal kevésbé sújtaná a mind a mezőgazdaságot, mind a lakosságot. Úgyhogy igazából ez nagyon fontos, hogy a vízgazdálkodáson keresztül érezzük nagyon sokszor az éghajlatváltozás hatásait, de a pont a vízgazdálkodáson keresztül tudunk talán a legkönnyebben tenni ellene. Um, szóval igen, amit már te is megpendítettél, tehát nem csak arról van szó, hogy jó, hát egy kicsit melegebb lesz, és akkor nem kell annyira rétegesen öltözködnünk, hanem ez egy nagyon összetett probléma, minél hamarabb el kell foglalkozni, és ezzel is foglalkozni is fogunk majd a műsorban, viszont most elmenjünk egy rövid szünetre, de tartsatok velünk, hiszen hamarosan folytatjuk a holnap után a grindex.hu fenntartatósági műsorát. Sziasztok, folytatjuk a honlap után a grindex.hu műsorát itt a Petőfi Rádión. A mai vendégünk pedig Kerpeli Lára a WWF éghajlatvédelmi szakértője. És hát ott hagytuk abba, hogy fokozódnak a szélsőségek, egyre nagyobbak a, a, tényleg a kihívások, amik az éghajlat részéről érkeznek felénk. És hát ha megnézzük az idei telet, hogy lényegében ö, már nem csak Magyarországon, ahol már szinte hozzászokhatunk ahhoz, hogy nincsenek telek, vagy nincsen hó, vagy legalábbis ezt gondoljuk, ez egy kérdés is egyben, de hogy úgy néz ki, hogy az Alpokban sem nagyon volt hó legalábbis egészen a január közepéig, hogy, hogy elbúcsúzhatunk majd tulajdonképpen Európában a téli sportoktól is, vagy, vagy hogyan fog ez alakulni a jövőben? Um, nagyon nehéz ezt előre uh, megjósolni, Őszintén szólva én keveset síjelek, inkább koca síző vagyok. Úgyhogy nem annyira ismerem ezeket a nagy síközpontokat, például az alapokban, hogy ezek hogyan néznek ki. Vagy milyen magasan vannak például ott, milyen biztos a hó, vagy, vagy kapcsolódnak, vagy, vagy hogyan néznek ki pontosan. De az mindenképpen valószínű, hogy hogy rövidülni fognak a, a hideg és havas időszakok a, a telek során Európában is. Illetve, amit még az adatok mutatnak, hogy a glecserek Európában is folyamatosan húzódnak vissza, tehát egyre magasabbra kerülnek a, a hegységben. Úgyhogy ez valószínűleg abba az irányba mutat, hogy a. a Hú, téli sportok, havas téli sportok kedvelőinek nehezebb lesz ezek után megtalálni a megfelelő sípályákat. Én mondjuk bízom abban, hogy az ember elég kreatív ahhoz, hogy másfajta szórakozást találjon magának, mivel semmiképpen sem gondolnám egy jó iránynak azt, hogy úgymond erőltessük a természettel szembe menve mondjuk a sípályák fenntartását, tehát ahogy például a Normafán megépült a hóágyúzott szánkó és sípája, az is azt mutatja, hogy igazából nagyon nagy környezeti befektetéssel, környezeti lábnyommal lehetne csak ezt fenntartani. És ha már a téli sportoktól egy kicsit úgy néz ki, hogy el is kell búcsúznunk, de azért ennek sokkal komolyabb betületei is vannak, hogy tulajdonképpen a telek egy picit eltűnőben vannak, hogy ez milyen hatással lehet egyébként az állat- és növényvilágra, vagy a környezetünkre úgy általában, hogy. A telek egyre melegebbek, egyre kevésbé csapadékosak is talán, legalábbis hó tekintetében? A, a csapadéka ö, reflektálva igazából ö, nem hullik ö, sokkal kevesebb, vagyis az előrejelzések szerint nem fog kevesebb csapadék hullani télen, viszont nem hó formájában, hanem ö, eső formájában érkezik majd hozzánk. És... Ö, Ilyen formán ez azért probléma, mert akkor nem tározódik tavaszig, hanem ugye egyből lefolyik és elfolyik a folyókon keresztül a tengerbe. Tehát ez is azt húzza alá, hogy nagyon fontos lenne az, hogy a víz visszatartásnak meg legyenek azok a természetbe ágyazott helyei, ahol például a téli csapadék el tud tárolódni. Uh, és másrésztről pedig ez a, ez a, korai tavasz, vagy ez a tavaszias január, amit most tapasztalunk, ez valóban um, igazából elég nehéz helyzetbe hozhatja a természetet, hogyha elkezdenek a, a, növények felébredni, a fák rügyezni, a, a méhek elkezdeni kirajzani, és esetleg ugye visszatér a tél, ahogy korábban is tapasztaltuk, hogy, inkább a tél második fele az, ami hideg vagy zord tud lenni. Ez jelentős károkat okozhat a mezőgazdaságban. Igen, nekem van egy barátom, aki egyébként kecske-tejjel foglalkozik. Igen, vegán vagyok, tehát én nem, nem kostolgatni szoktam, de múltkor beszélgettem vele, és kérdeztem pont erről az időjárásról, hogy ez. És mondta, hogy hát igen, hát az a nehézben, hogy meg vannak zavarodva a kecskék. Tehát, hogy, hogy ezt nem is gondolnám, mint városi gyerek, hogy akár ez is ilyen hatása lehet az állatokra, hogy nem ehhez vannak hozzászokva, az ő biológiai órájuk nem így működik, pedig hát ők háziasított állatok. És, és, mégis azt mondta, hogy megvannak vannak az elmúlt hetekben, és nagyon oda kell most figyelni rájuk, mert, mert megváltoztak gyakorlatilag a természetes ösztöneik és a, a, a folyamataik. Minden most ezt hamarosan visszatérünk erre a témára, hiszen beszéltünk még akár a madarakról, a, a, vadvilágról is, hogy, hogy hogyan vannak megzavarodva ettől az egész helyzettől. Most törtünk egy rövid szünetet, de maradjatok itt velünk a Petőfi Rádión, hiszen folytatjuk a Grindex.hu fenntartótasági magazinját a holnap után. Sziasztok! Folytatjuk itt a Petőfi Rádion a holnap utának Grindex.hu fenntartatósági Magazinját, és itt van velünk Kerpelik rára a WWF Éghajlat védelmi szakértője. És már emlegettünk dolgokat, hogy igen, hogy nagy változások vannak a glecsereknél, az állatvilág is hát meg van bolondulva ettől, ezektől a szélsőségektől, de akkor tényleg mondjunk konkrétumokat. Én pont ma olvastam, például Ausztráliában 50 fok van egy bizonyos pontokon, és hát láthatjuk, hogy Amerikában milyen szélsőséges időjáráson, hogy ott meg megfagynak az emberek tehát egészen döbbenetes hány halálos áldozata van már ennek a zortélnek, hogy, hogy tudunk még esetleg beszélni erről, hogy, hogy miket tapasztaltok, hogy milyen adatok vannak erről akár az elmúlt tíz évben, hogy hogyan változott az éghajlat, és, és mikre kell felkészülnünk, vagy akár most aktuálisan mi zajlik a világban. Nagyon jó, hogy ezeket a példákat behoztad, mert tényleg azt mutatja, hogy hogy az éghajlat változása, vagy sokan azt mondják, hogy az éghajlat megbolondulása, az nem egy ilyen lineáris felmelegedést jelent, hanem bizonyos régiókban például akár lehűléssel is járhat, vagy ugye egyes telek lehetnek sokkal zordabbak, mint amire fel vagyunk készülve. Nagyon összetett az egész éghajlati rendszer, az óceánok áramlásainak is például ilyen óriás, ilyen makroregionális hatása van erre, hogy hogy alakulnak a kontinenseknek a, hogy alakul az időjárás a kontinenseken. Hát például az Elnió Lánin jelenség, ami a Csendes-óceán éghajlat, ami a Csendes-óceán egyenlítői régiójának a, a az óceáni hőmérsékletét jelző kifejezés, vagy egy olyan jelenségnek a leírása, az is jelentős hatása van például az észak-amerikai időjárásra. Áttételesen vizsgálják, hogy az európai időjárásra milyen hatással lehet. De itt Európában ugye a golfáramlat az, ami, ami meghatározó például a nyugat-európai időjárás vonatkozásában és hát bizonyos statisztikák azt mutatják, hogy talán gyengülni látszik ez, a, ez, az áramlat, ami a mexikói jöböl felől a meleg vizet a, a nyugat-európai, sőt egész Skandinávia partjaig szállítja, és ezért ott sokkal mérsékeltebb ugye az időjárás, mint mondjuk az azonos szélességi körön található Kanadában. Hm, nagyon uh, érdekes. Úgyhogy ez még, még elég sok vizsgálatot igényel, meg igazából én nem vagyok meteorológus, hogy pontosan tudnám ezeket a folyamatokat, a fizikai folyamatokat a légkörben most, meg az óceánban most még részletezni. De ez de a jelenség akár még fordított eredményt is hozhat például Európa egyes részein, tehát hogy akár hidegebb teleknek is a tanúi lehet. tehát, hogy ez azt jelenti, hogy igen, tehát, hogy ez egy nagyon összetett rendszer, és de alapvetően nem az, hogy mindenhol melegebb lesz, hanem, hanem, hanem folyamatosan kiegyenlíti egymást, és ahol egyik része a szélsőség lett, ott a másik oldalán is lesz egy szélsőség. Vélhetően igen, illetve a, a melegedő légkör az több párát tud felvenni, és aztán amikor telít, tehát később telítődik, de amikor telítődik, akkor több mert több nagyobb csapadékot hoz, nagyobb viharokat hoz, nagyobb felhőszakadásokat hoz. Tehát ezt szokták úgy is mondani, így leegyszerűsítve, hogy felgyorsul a vízkörforgása a, a légkörben, tehát ez is oda vezet, hogy ilyen nagyobb szélsőségeknek leszünk kitéve, ami itt a, Kárpát-medencében, ami egy ilyen viszonylag védett medence, inkább ezek a nagy, nagy zivatarok, nagy felhőszakadások, illetve a hosszú száraz időszakok a két zivatar között az, ami, ami itt jellemző lesz. De hát időnként már láttunk egy-egy elég nagy vihart, vagy ilyen lokális forgószeleket is itt Magyarországon. Magyarországon, hogy, hogy esetleg arról beszéljünk, hogy, hogy Magyarországon akkor minek vagyunk kitéve, vagy mire kell felkészülni, mi az, amin esetleg meg fogunk lepődni a következő években, mit, mitől kell tartanunk? mindenképpen arra kell készülni, hogy, hogy ezek a, ezek a kis, hát kisebb, tehát a világ nagy ciklonjaihoz képest ugye kisebb szélsőségek, ezek gyakoribbá válnak, szerűvé válnak, tehát a, a víz gazdálkodás az ilyen formán szélsőségessé válik, és erre kell felkészülni a nagy rendszerekben is, tehát a, a folyóknál, de a kis rendszerekben is, amilyen akár mondjuk egy kertbe hulló, vagy a tetőre hulló csapadék. És ami nagyon fontos, hogy az alkalmazkodásban mindenképpen érdemes a természetes folyamatokra építeni, tehát a természet a szövetségesünk, és nem, nem szabad folytatni azt a... Gyakorlatot, ami tulajdonképpen a civilizációnkban mostanáig, vagy az elmúlt évtizedekben nagyon markáns, hogy a természettel szemben próbálunk mindent megvalósítani, inkább technológiai megoldásokra fókuszálva. Mert, mert a természet a szövetségesünk, viszont ha, ha szembe megyünk vele, akkor sokkal nagyobb katasztrófákat okozhatnak mondjuk ezek a szélsőséges jelenségek. Igen, tehát amit mondtál, hogy a prevencióra nagyon kell figyelnünk, hogy akkor hogyan, ha már nem is tudjuk megállítani, de lelassítani ezt a folyamatot, akkor ez egy nagyon fontos feladat számunkra. Most elmegyünk egy rövid szünetre, de akkor beszéljünk erről a feladatról, hogy ezt mégis mi Magyarországon hogyan tudjuk megoldani egyénileg, vagy akár közösségileg. Ti pedig maradjatok velünk itt a Petőfi Rádión, hiszen folytatjuk a Grindex.hu fenntartóság műsorát a holnap után. Sziasztok! Folytatjuk a honlap után a grindex.hu műsorát itt a Petőfi Rádion, a mai vendégünk pedig Kerpeli Klára, a WWF éghajlatvédelmi szakértője. És hát az előbb ö, ott hagytuk abba, hogy, hogy milyen egyre jelentősebb szélsőségek vannak, hogy hogyan változik meg a, a, a klíma. És nagyon érdekes az jutott eszembe, hogy, hogy, nagyon sokat beszélünk globális felmelegedésről, és hogy mennyire inkább a globális klímaváltozás az, ami rári mert hiszen ahogy mondtad is, valahol lokálisan akár melegedés mellett lehűlés is lehet a következménye a szélsőségeknek, a, vagy a szélsőségek megjelenésének. Na de egy picit innen eltávolodva, illetve a felé hogy mit tudunk mit tenni az ellen, hogy ez történjen. Mégis, mik, mik azok a dolgok, amiket mi a mindennapi életünkben megtehetünk azért, hogy a klímaváltozás ez egy kicsit lelassuljon, vagy kevésbé legyen szélsőséges? Elég sok mindent tehetünk mi magunk is. Ugye a, a Nemzetközi Klímaegyezmény azt az tűzte ki, hogy tartsuk az éghajlatváltozást, a felmelegedést két fok alatt, illetve ha lehet, akkor másfél fok alatt. És ehhez az szükséges, hogy a üvegházhatású gázok kibocsátását nagyon meredeken csökkentsük. Ez azt jelenti, hogy elég nagy átalakulásnak kell végbe mennie a gazdasági rendszerekben. Ez nyilván a gyártást és a fogyasztást is érinti. Tehát egyrészt fogyasztóként tehetünk elég sokat azért, hogy visszafogjuk a fogyasztásunkat, illetve a fenntarthatóbb vagy fenntartható termékek felé fordulunk, de azokból is elsősorban annyit szerzünk be, amire tényleg szükségünk van, és hogy úgy mondjam, a boldogságot nem vásárlással próbáljuk pótolni. Sajnos ez, ez elég tréfásan hangzik, de az az igazság, hogy a fejlett világban elég nagy pszichés tehernek vannak kitéve az emberek, és, és a statisztikák is mutatják, hogy, hogy például a, a, vásárlás meg a reklámok gerjesztette igények kielégítése az, az sokszor ennek is köszönhető, hogy ez ennyire szélsőségessé vált, vagy így túltoltuk, ha úgy tetszik. És a másik, amit nagyon fontos tudni, hogy a, az üvegházhatású gázok kibocsátását, azt főleg az energiafelhasználás gerjeszti, tehát az energiatakarékosság, az energiahatékonyság irányába mindenképpen érdemes elmenni. Ez egyrészt a, a fűtés, ami, ami itt ezen az éghajlaton nagyon nagy energiafelhasználása a lakosság részéről, illetve a gyári hűtés egyre nagyobb, tehát a, a lakásunk, a házaink szigetelésével, a, a nyári hűtés kiiktatása, kiiktatásával, és helyette inkább természetes árnyékolással sokat tehetünk ezért, hogy energiatakarékosak legyenek az épületeink. És hát a közlekedés ugye a másik, ahol mindenképpen érdemes a, a közösségi közlekedés, illetve a nem motorizált közlekedés felé elmozdulni. Valamint, ami szerintem még nagyon fontos, hogy állampolgárként, lakosként ezt közvetítsük a a települési vagy akár az országos vagy a világ döntéshozói felé, hogy nekünk fontos a fenntarthatóság, fontos a természet, fontos az éghajlatvédelem. És azokat támogassuk, akik ebbe az irányba szeretnék vinni a, a világműködését. És rengeteget beszélünk arról, is, hogy a tányérunkon is tudunk változtatni ezen, tehát hogy esetleg az étkezésünk, hát nyilván én vegán vagyok, tehát Igen, nem hiába teszem fel ezt a kérdést, de hogy esetleg van-e valóság alapja azt, amit én, amiben én például hiszek? Mindenképpen van valóság alapja. A, a nagyüzemi állattermelés, vagy állattermelés, nem véletlenül nem mondom nem, így, mi, igen. tehát hogy a nagyüzemi állattenyésztésnek a, az energia felhasználása, és ennek következtében ugye a széndiokszid lábnyoma, az, az meglehetősen nagy, és valóban a, a termőföldeknek is egy jelentős részét világszinten takarmánytermelésre használjuk fel, ami, ami szintén, hogyha ezt közvetlenül fogyasztanánk, akkor valószínűleg kisebb terület is elegendő lenne. Tehát. tudok egyébként egy megdöbbentő adatot, hogy a világ marha tenyésztése használja fel a világ összes mezőgazdasági területének a 60%-át. Ebben a takarmány is beletartozik meg minden. Eközben az emberiség kalória bevitelének a 2%-át adja a marha hús. Tehát 2%-a 2%-át. Igen ez tényleg elég megdöbbentő adat volt, úgyhogy örülök neki, hogy erre, erre az irányba tereltem a beszélgetésünket. Úgyhogy... Mind a mellett azért az állattartás védelmében, illetve hát, hogy mondjam, a, realitás talaján fontos azt is látni, hogy vannak olyan területei a, a bolygónak, ahol a legeltetéses állattartás az egyetlen lehetséges élelmiszer termelés, mert mondjuk olyan száraz klímán élnek, akár, akár egyébként Magyarország egyes részein is, de Afrika, Ázsia egyes részein, sőt, Díl amerika egyes részein, ahol a, a száraz gyepek a, 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 természetes növénytakaró, és a, az itt élő emberek legeltetéssel tudják megtermelni, vagy megtermelni a számukra szükséges élelmiszer. Tehát igazából Magyarországon is, hogyha valaki a húsfogyasztás mellett teszi le a voksát, akkor mindenképpen érdemes legeltetett magyar állatfajtáknak a, húsát fogyasztani, ami egyébként elérhető a piacon, amilyen mondjuk a szürke marha, vagy a vaj, vagy különböző jufajták és ezzel nem is vitatkozom amúgy. Üh, viszont üh, rengeteget lehetne még erről beszélni, és bízom benne, hogy fogunk is még, de szerintem ez egy nagyon hasznos beszélgetés volt, hogyha valaki esetleg most kezd érdeklődni ez iránt a téma iránt, hogy hogyan tudná megvédeni a földünket, egy, és hogy, hogy, mit tudna tenni ezzel a nyomasztott tény ellen, hogy igen, hogy változik a környezetünk, és már egyáltalán nem olyanok a telek, mint ahogy emlékszünk gyermekkorunkra. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm Kerpeli Klárának, hogy itt volt velünk. Sok sikert kívánok az éghajlat védelmi törekvéseithez, és hát köszönöm a hallgatóknak, hogy itt voltak velünk a Petőfi Rádión ismét. Ez volt a holnap után a Grindex.hu fenntartatósági magazinja. Jövő újabb témákkal érkezünk, hogy akkor is tartsatok velünk. Sziasztok! Én is nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem.